kívánok, Zsolt vagyok, és szeretettel köszöntöm a Magyar Hírlap stúdiójában Deák Dánielt, a 21. század intézet vezető elemzőjét, akivel a témánk az elmúlt hétvégi német választások voltak, ami bár számítani lehetett egy jelentős átrendeződésre, de azért mégis komoly meglepetést jelentett az, hogy az AFD az egyik tartományban, Türingiában nyert, a második tartományban pedig Szászországban második helyen végzett. Tehát kifejezetten jó eredményt érte. Igen, tehát ugye két tartományi választás volt Németországban a hétvégén, ugye Türingiában és Szászországban. Tegyük hozzá, hogy ez két kelet-német tartomány. Pontosan, tehát ez két kelet németországi tartomány, ami azért is fontos, mert azért mind a mai napig érezni egy erős kelet- és nyugat megosztottságot, nem csak az Európai Unión belül, hanem egyébként Németországon belül is. Ez a politikai erős sorrendre, vagy a különféle megosztottság is egyértelműen jellemző. Tehát azt látjuk, hogy az AFD egyébként és az új baloldali formáció, amely szintén egyébként háború ellenes, főként a keleti tartományokban tud jelentős erőket felmutatni. És hát ez a mostani két tartományi választás abból a szempontból volt, Hát történelmi jelentőségű, hogy az AFD most először tudott tartományi választást megnyerni, tehát most először fordult elő, hogy ez a pár szerez valamelyik tartományban a legtöbb szavazatot, tehát ez mindenképpen egy történelmi jelentőségű eredmény volt a részükről, ugye ez Turingiában következett be, Szászországban pedig, hogy most néztem az adatokat, én egy százalékpontnyi pontnyi különbséggel a második lett, az első ott a CDU, tehát látszik, hogy van egy jobbra tudódás a német politikában, ami annak a következménye, hogy a hárompárti balliberális koalícióval nem elégedettek a német választópolgárok, tehát egyetlen büntetik a német koalíciónak a kormánypártjait, ami ugye Abból is látszik, hogy az AFD tipikusan egy protestpárt, tehát akkor tudnak nagyon erősek lenni, akkor vannak magasan, amikor a hagyományos politikai erőkkel szemben komoly az ellenérzés, az ellenszem, és most bizony ezt látjuk, tehát ugye a migrációs válságnál indult az egész történet, ugye van a különféle háborúnak a kérdése háborús ügyek, hogy Ukrajnának adjanak-e több forrás, több pénzt, küldjenek-e több fegyvert, ez mind vita téma Németországon belül. És hát értelmeszerűen a különféle gender kérdés is ide tartozik, ami szintén egyébként a német politikának egy meghatározó témája. És hát ugye pár napja vagy hete volt a késeléses terrortámadás, gyakorlatilag minden héten van már valamilyen késeléses terrortámadás Németországban, ami szintén egyébként az AFD ban már hagyja a vizet. Mennyire befolyásolta a válaszokat az, hogy az AfD, hát valamilyen szinten egy kirekesztett párt, most is azt lehet hallani, hogy hiába győzött Türingiában, senki nem akar majd vele koalícióra lépni a tartományba. Ez az érdekes demokrácia a felfogás, mert gyakorlatilag a győztes erőt, győztes repőt akarják kizárni abból, hogy bármilyen módon kormány tudjon alakítani. Tehát azért ugye, mindig halljuk Németországból a kritikát, mondjuk Magyarországgal szemben, hogy itt nincs jogállamiság, sérül a demokrácia. Hát ez alapjában egyébként a demokratikus logikával, a demokratikus felfogással megy szembe, hogy például a győztes politikai erőt az az 5-6 százalékos, támogatottságot élvező e, szociáldemokrata párt akarja kizárni, ugye alapsolt szemében személyében ő mondta azt, hogy nem működjön velük együtt senki, akit most is 5-7 százalékot ért el a e, pártjuk mostani tartományi választásokon, tehát ők mondják meg, hogy nem működjenek együtt a 30 év feletti győztes eredményt elérő AFD-vel, tehát ez egy érdekes Ami lényegileg állapás. ugye azt jelenti, hogy de a harmadik ember Türingiában az AFD-re szavazott. Igen, tehát ez egy jóval 30 év feletti eredmény, ami németországi viszonylatban kifondottan magasnak számít, és őket akarják továbbra is kirekeszteni a kormányzásból. Ez egyébként az AFD-nek jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a támogatottságát csak növeli, hiszen ez erősíti ugye azt a testtartásukat, hogy ők a politikai elittel szemben vannak, a mainstream politikai elittel szemben vannak, ugye ez az állításuk addig él, amíg ők nem tudnak bemenni a kormányzati pozícióba, és nem tudnak uh, ilyen nagy kormányzati pozícióból uh, beszélni, tehát ez az AFD-nek egyébként segít, tehát amikor alásolt színeket mond, akkor az a német vásztók számára még szimpatikusabbá teszi az AFD-t. És az AFD az uh, ugye egy uh, eléggé szélsőséges uh, jobboldali pozícióból indult, most azért már átszorík, hogy sokkal mérsékeltebb az ő kommunikációk, mint mondjuk évekkel korábban, de azért még mindig a Fideszből nem egy pár család van, vele. Tehát amikor most létrejött ugye a patrióták Európáért, ahol például az AFD-t nem vették be, hanem az AFD külön másik jobboldali formációban működik az Európai Parlamenten belül, épp a mi hazánkkal alakítottak ugye közös párcsaládot, tehát ők azért a Fidesztől jobbra állnak, de ettől függetlenül nagyon fontos kulcskérdésben egyet ért a Fidesz álláspontjával az AFD, tehát még egyszer mondom, a háború ügyében egyet értenek, a migráció ügyében egyet értenek, a gender kérdésben egyet értenek. tehát annak ellenére, hogy a Fidesztől jobbra található az AFD, ettől függetlenül fontos kérdésekben működnek és együtt is tudnak működni. Na most ha így nézzük, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ugye a CDU, CSU a Fidesztől balra található. A Fidesztől jobbra van az AFD, és köztem mi van Németországban? Egy nagy űr tulajdonképpen az AFD és a, a CDU között, és ez az az űr, amit az AfD lényegileg próbál betölteni? Ja, tehát, hogy a Fidesz nem követte el azt a hibát, amit a CDU-CSU elkövetett Németországban. Ez pedig az, hogy ők balra tolódtak teljes mértékben hozzásimultak az európai politikában, és azt látjuk az európai parlamentben, hogy az európai néppártnak a tagja a CDU-CSU, ugye az európai néppárt hasonlóan viselkedik, mint a CDU-CSU, hogy udvarol a baloldalnak, velük kötnek nagy koalíciós ö, megállapodásokat, ugye ö, sokáig egyébként együtt koalíció, nagy koalícióban kormányoztak együtt Angela Merkel alatt, tehát ez össze mosta őket, és nagyon elválaszthatatlaná tette az, hogy pontosan mi a két politikai oldal között a különbség, tehát mi egy CDU CSU és még egy SPD között a különbség, nagyon kevés ilyen... ilyen a választási lehetőség ilyen, a Tehát, hogy ugyanazt kapja az ember, hiába más párt a szavaz, tehát eltűnt ez a különbség. Ugye Magyarországon nincs ilyen, tehát Magyarországon egyértelműen látszik, hogy a Fidesz a jobb oldalt, mint politikai teret, lefette az elmúlt évtizedek során, és nem nagyon tudott vele szemben, vagy mellette olyan politikérő megjelenni, amely érdemben veszélyeztette volna a pozícióját a jobb oldalon. Ugye mi hazánk, vagy jobbik voltak ilyen próbálkozások, de ők is ebben a 10% körüli tartományban ragadtak meg, majd a jobbik átment a bal oldalra, el is tűnt. Tehát, hogy ilyen próbálkozások voltak Magyarországon, de mint amit Németországban látunk ott, hogy teljesen más a helyzet. Ugye Németországban a CDU-CSU bement balra, ez lehetőséget biztosított az AFD-nek, ami egy eléggé szélsőséges, radikális jobboldali párt volt korábban, és most mérséklődött, hogy betöltse a CDU-CSU által üresen hagyott teret. Tehát gyakorlatilag ez történt, és ennek köszönhető az, hogy akár most már 30%-os eredményre is képesek. Ezek azok a szavazók, akik korábban mondjuk a CDU-CSU-nál ott voltak, de az is igaz, hogy ezek a radikális jobboldali pártok tudnak például a szélsőbb Altól, vagy baloldaltól is elhozni szavazókat. Ugye a baloldal is elment a liberális irányba, tehát ebben a vókörületbe, nem csak Amerikában, hanem egyébként Németországban is. De vannak olyan hagyományos baloldali szavazók, akik mondjuk ezekben a kérdésekben nem értenek egyet a liberálisokkal, hanem sokkal inkább mondjuk a jobboldali formációkkal értenek egyet. Ez is van egyébként Magyarországa is, azt tapasztaljuk, hogy korábban baloldali politikusok vagy baloldali közéleti szereplők, most már nem a mostani balibrális pártokra és szereplőkre voksolnak, hanem sok esetben egyébként a ezzel tudnak azonosulni, mert hát ezekben a fontos kérdésekben a fidesz vagy a jobbodai pártokkal értenek egyet. A német példa, hogy a győztes pártot próbálják kizárni, nem egyedi, hiszen Hollandiában is láttuk, hogy a holland választásokat megnyerő pártot igyekeztek karanténba zárni. Ez egyfajta folyamat, amire tulajdonképpen a választók, hát Finoman fogalmazva is igyekeznek átlépni, vagy pedig ezek igazából ilyen egyedi esetek, tehát nem lehet hosszabb távú következtetéseket levonni ebből. Nem egyedi eset, tehát ezt mindenhol látjuk. Az Egyesült Államokban is azt látjuk, amikor ugye Donald Trumpot megpróbálják lelőni, jogilag, politikailag és minden eszközben próbálják el hogy egyébként a szuverenista politikai erőket tényleg próbálják a hatalmon kívül tartani. Tehát ez nem csak Európában jellemző, hanem a tengeren túlon is ezt látjuk. Tehát ott tényleg már tényleg minden eszközbe azért, hogy egyébként hasonlóan gondolkodókat próbálják Kellettet Tehát akik mondjuk szövetségesei Gert akik szövetségesei Orbán Viktornak, vagy Löpennek, hát ezeket teljesen. Megpróbálják kicsinálni, szó szerint kicsinálni. Tehát Robert Fico, egy merénylet is ugyanebbe a sorba illik bele. És az előbb mondtam, hogy sok baloldali szereplő egyetért a jobboldali pártokkal fontos kérésekben. Hogy ez annak köszönhető, hogy most már nem ez a jobb és baloldal megosztottság van az európai politikában, hanem sokkal inkább a globalista és szuverenista megosztottságban. És a szuverenisták közé bizony beletartoznak akár baloldali szereplők is, vagy akár liberális szereplők is, tehát Andrei Babicsnak a pártja is liberális, a momentum volt közös pártcsaládban, de hát mégis fontos kérdésekben a fidesz vagy a, a, a szuverenistákkal ért egyet. Tehát ezek és nagyon most érdekes... Már egy ja a Robert Fico esetében is ugyanezt tapasztaljuk, hogy ő is egyébként egy szociáldemokrata politikus, de mégis pontos kérdésekben a szuveristákhoz tartozik, tehát a szuverista politikai közösségnek, családnak a tagja. De ugyanez jelenző egyébként a túloldalra, tehát vannak olyan jobboldali szereplők, akiket a hazájukban mondjuk jobboldalinak vagy konzervatívnak neveznek, de hát ők mondjuk a globalistákhoz tartoznak. Tehát ilyen dimenzióra lehet már felosztani az európai politikát, és ennek a következtében tapasztaljuk azt, hogy így felbojdult a, az európai politika, és nem is lehet leírni már a jobb és bal oldallal. És bizony a szuverenistákat, ugye a partióták esetében is ezt látjuk, hogy hiába a harmadik legerősebb formáció, nem adnak alelnöki pozíciókat, tehát így próbálják őket ki tessékelni a politikai döntéshozatalból, nem engedik oda őket az asztalhoz, csak azt nem veszik észre, amit az előbb is mondtam az AFD esetén, hogy ez egyébként pont ezeket a szupranista politikai erőket erősítik, hiszen ők tudják mondani, hogy hát ők a hatalommal szemben vannak, a mainstream politikai erővel szemben vannak, és minden egyes pontban helyitelesen és normálisan kritikusan tudják támadni a fennálló politikai rendet. Ez a tartományi választás egy komoly fejfájást okoz nyilvánvalóan a, kor a német kormánykoalíciónak de hát nem rengeti meg önmagában. E, vagy mégis, tehát elképzelhető, hogy idő előtti választások lesznek Németországban? A Németország uh, politikai rendszerre hasonlóan le kialakítva, vagy a magyar lehet hasonlóan kialakítva, mint a német, tehát éppen azért választották a rendszerváltáskor a német modellt, mert ez egy politikai stabilitást biztosít. az előrozott választások a szinte soha nincsen, vagy nagyon ritkán. Ugye Magyarországon is úgy uh, tudtunk le most már... Uh, 31 nehány évet, a rendszerváltás óta 34 évet, hogy, hogy nem volt előrehozott választás. Tehát még a Gyurcsány kormány is kibírta, vagy bajnai Gordlonna, de azért mégis az a MSZP koalíció kibírta a 2006 és 2010 között a teljes ciklusát, tehát nem került sor előrehozott választásra, csak egy miniszterelnök cserére ugye 2009-ben. Tehát úgy lehet kialakítva, hogy ne legyen példa arra, hogy egy ilyen rendszerválság alakuljon ki. A mostani helyzet az abban a szempontból különleges, hogy egy három párti koalíciós kormány van, amelynek a tagjai egyre inkább azt érzik, azt látják, hogy minél tovább vannak benne ebben a kormánykoalícióban, abban annál inkább ellehetetlenül az ő politikai létezésük, tehát az SPD, néztem, ilyen 7%-ot értek el legfeljebb Ma mostani tartományi választásokon, de hát a zöldek és a liberálisok már a bejutási küszöb alatt helyezkednek el sok esetben ezeken a választásokon és az országos mérésekben sem állnak sokkal jobban. Tehát az FDP részéről megjönnek is a különféle nyilatkozatok, hogy akkor ezt most érdemese folytatni, nem érdemese folytatni, mert most ugye jövő ősszel lenne Németországban a szövetségi választás, de hát hogyha Addig azt látják, hogy életben sem tudnak maradni, tehát hogy azonnal gyakorlatilag megszűnnek, mint politikai szereplő létezni, akkor kérdés, hogy megéri-e kihúzni addig, vagy sokkal jobb lenne, még kifarolni egy kormánykoalícióból, elmondani azt, hogy mi ezzel nem értünk egyet, mi újválasztásra és akkor még talán tudnak életet lehelni magukban. Ez egy komoly pofon volt most a globalista oldalnak, de a szeptember még csak elkezdődött, és ugye tudjuk jól, hogy Ausztriában e, országos választásra készülnek, e, amin hát várhatóan az ugyancsak e, a pa patrióták családjához tartozó e, párt fog e, várhatóan győzni. Én az osztrák szabadságpártról van szó, mi Ausztria abban szempontból fontos, hogy meghatározó e, ország az európai politikában, és hogyha tőlebb következik szeptember végén ez a választás, és az lesz az eredmény, amit most mondjuk látunk a felmérésben, akkor el lehet mondani, hogy egy Magyarország egy újabb szövetséges nyer magának az Európai Tanácsban. Ugye a mostani osztrák kancellár sem ellenséges egyébként Magyarországgal, csak jelen pillanatban az Európai Néppárt tagjá, az Európai Néppárt tagjaként tevékenykedő osztrák néppárt a zöldekkel működik együtt Ausztriában. Tehát ez azt jelenti, hogy ha Egyet is ért mondjuk az osztrák kancellár mondjuk a magyar kormányon, ezt nem teheti meg hangosan, vagy nem mondhatja ki hangosan otthon, mert akkor gyakorlatilag az zöldek azonnak lépnek a kormánykoalícióba, és el lehetetlenül az a további politikai létezés ennek a kormánynak, de hogyha mondjuk egy Osztrák Szabadságpárt, az Osztrák Néppárttal működik együtt egy koalíciós kormányban, akkor már sokkal bátrabban ki tudnak állni. Mondjuk a magyar álláspont mellett Brüsszelben ugye a háború kérdéséről van szó, és a bevándorlás ügyéről van szó elsősorban. Tehát amikor az arról beszélt, talán még a nyár előtti utolsó Rádiós interjújában, hogy azt kellett megvárni az Európai Tanácsban is azért, változóan a széljárás, átalakuljanak a tagállami vezetések, tehát más állam és kormányfők menjenek Brüsszelbe, akkor ilyenekre gondolt, ilyen győzelmekre, mint például Ausztria, vagy akár, hogyha Németországban összeomlik a kormánykoalíció, és lesz egy előrehozott választás, akkor ott is egyébként Magyarország számára egy kedvező változás jöhet. Egyébként ez az áttörés, ez mennyire történhet meg idén, hiszen már arra is láttunk ugye most éppen példát, hogy Meloni, aki korábban kifejezetten támogatta minden tekintetben e, Ukrajnát, most e, kicsit visszafogottabb volt a külügyminiszteri e, találkozóján, illetve hát nem ő, hanem a külügyminisztere, de hát nyilvánvalóan Meloni e, instrukciót itt követve. Igen, tehát ugye ja... Ahol Olaszországon a speciális a helyzete egy nagyon magas államadósággal küzdő ország, és gyakorlatilag fogva vannak, tehát ugye nem tehetik meg azt, amit szeretnének sok esetben. Meg is lett mondva, amikor ugye Meloniék nyertek, az Európai Központi Bank és Úrszafond elején is üzent, hogy addig vásárolnak olasz államkötvényeket, amíg úgy viselkednek, hogy ők szeretnék. Tehát itt lefektették gyakorlatilag az elején, hogy nem nagyon ugrálhatnak és nem nagyon csinálhatják azt, amit akarnak, hanem bizony be kell állni fontos kérdésekben a globalista álláspont mellé. De hogyha mondjuk változik az amerikai politika, változik az európai CRS, akkor egy Meloni sokkal magabiztosabban tudja képviselni azt az álláspontot, amit egyébként eredetleg is képviselne. Tehát ezt kell kivárni, szerintem ebben lehet egy ilyesmi jellegű változás. Az ország szabadságpárt azért kicsit másabb, mint a melóni féle formáció, és a sokkal mélyebb, sokkal hosszabb távú gyökere van annak az álláspontnak, amit képviselnek. az ősz nem csupán külföldön, itthon is várhatóan elég forrón fog alakulni, hiszen hát lényegileg már két év sincs hátra, ha visszatekintünk a korábbi időszakokra, akkor bizony ilyen tájt már azért lehetett sejteni, vagy tudni, hogy kit terveznek a baloldalon, mint akit megpróbálnak felvezetni kormányfőjelöltként. Most látni valamit egyáltalán, igazából magyar Péteren kívül bárki labdába rúghat-e milyen elképzeléseket lehet észrevenni, illetve mire lehet számítani az ősz folyamán. Hát alapjaiban átalakult a magyar belpolitikai felhozatal, ugye a június 9 i az gyakorlatilag lesöpörte a pályáról azokat az ellenzéki szereplőket, akik mondjuk az elmúlt években, vagy akár az elmúlt 14 évben határozták meg az ellenzéki politikát. Világosan látszik szerintem, hogy Magyar Péter és a Tiszapárt az ellenzék, gyakorlatilag rajtuk kívül nem nagyon léteznek más szereplők, mint a DK és a mi hazánk van, de ők nem olyan fajsúlyos szereplők, hogy akár közép vagy nagy pártnak lehet őket nevezni, tehát a 26-os választás tudásunk szerint Orbán Viktor vagy Magyar Péter ez ezt a, kérdés majd a választók fejében. Értelmszerűen ehhez a Fidesznek is egy teljesen más stratégiát, teljesen más kommunikációt, és tényleg teljesen más felállást kell majd felmutatnia, mint a 2022-es, vagy a mostani 2024-es választás során, tehát teljesen más lehet a politikának a logikája Magyarországon. Szerintem sokkal több vita lesz majd a magyar politikában ennek hatására, sokkal inkább érvelnie kell a kormánypártoknak akár szakpolitikai kérdésekben, tehát az elmúlt hetek eseményeit láttuk akár a vasút közlekedésre gondolunk, vagy az egészségügynek a kérdésére, tehát bizony-bizony ezeken a pontokon is, amelyek mondjuk az elmúlt 14 évben nem voltak a politikai közbeszédnek olyan aktívan részei, ezekben is a kormány oldalnak aktívan és cselekvőképesen kell megnyilvánulnia. Pont néztem a híreket, Lázár János például már ezt kezdi el csinálni, tehát ugye felállt a az új vezetése, elmondta, mik a prioritások, reagál az ellenzéki kritikákra, sőt, meg is hívja magára a találkozó keretében Magyar Pétert, akivel beszélgetnek a vasútról, tehát látom is, hogy már teljesen más, hogy viszonyul például a kormány oldal az ellenzékhez, mert értelmeszerűen egy más szituáció, más helyzet állt elő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát az ősz folyamán, éppen ahogy említettük, egy forró ősz elé nézünk, lesz olyan téma, amire érdemes visszatérni. Köszönöm.